Ötvös Bencivel beszélgetünk, újonc vagy a csapatban, első mérkőzésed középhátvédként kezdtél, aztán szép lassan visszatértél talán az eredeti helyedre a támadó szekcióban. Hogyan élted meg ezt a találkozót? Igen, így hozta a sors, hogy belső védőben kellett kezdenem, de azt csinálom, amit az edző kér, próbáltam a tudásom legjavát nyújtani ott is. Úgy gondolom, hogy megoldottam. Igazából jobban szeretnék előjátszani, ami a végén már megadatott. Sajnos nem tudtunk gólt rúgni, így be kell érnünk a döntetlenbe. Volt már ennél szebb mérkőzésed is, gyanítom. A második félidő első negyed órájában ott azért több helyzetet kidolgozott a Kisvárda. Ha ott megvan a gól, akkor meg lehetett volna a találkozó, hiszen az ellenfélnek is voltak nagy helyzetei a végén. Igen, ahogy mondod, voltak nagy helyzetei az ellenfélnek is, de nekünk is voltak helyzeteink. Tipikus egy gólos mérkőzés volt, sajnos egyik csapatnak, vagyis sajnos nekünk nem sikerült berúgni a győztes gólt. Így be kell érnünk döntetlennel, mondom még egyszer. És tipikus kisvárdai mérkőzés volt, hiszen nem is kap sok gólt a csapat, de nem is lő sok gólt a csapat, te hátul is jól dolgoztál, és elő kellene egy kicsit többet. Gondolod azt, hogy te lehetsz az, aki majd ezt a rossz sorozatot megtöri, és szórja majd a gólokat a csapatban? Hát, nagyon remélem, hogy így lesz, és minél többet szeretnék elsőlegesen játszani. Az a dolgom, hogy beilleszkedjek a csapatba, próbálom segíteni a csapatot. Köszönjük szépen. Köszönöm.